Megint csak a kis költségvetéssel rendelkező gamereknek kedvezek, és megnézek egy eléggé öreg, de még ma is használható játékos PC-t. Az eSport címekkel nem lesz gondban ez a sok éves Nvidia videókártya, de a mostanában megjelent AAA játékok, na ott lesz majd gondban. Ám mielőtt még a részletekbe mennénk, nézzük a mai videó támogató partnerét, engem, a Kingstack Shopot. Ha ilyen és ehhez hasonló gamer PC-t vagy videókártyát szeretnétek vásárolni egy megbízható helyről, akkor nyugodtan nézzetek körül nálam. Van már konzol és laptop szekció is, és élőben is megvehetitek az adott terméket itt Miskolcon a fizikai Kingstack Shopban. Működik a szerviz is és a beszámítás, sőt sokszor felvásároljuk a megunt eszközödet készpénzért. Linkeket találtok mindenhez odalent, és most nézzük a mai gépünket. Ki ne emlékezne a jó öreg FX AMD procikra és az erre építő PC-kre. Habár ma már illik Ryzennel összerakni egy gépet, még mindig találni elvétve erre épülő gépeket, és nálam is sokszor van ilyen. A közhiedelemmel ellentétben nem melegszik úgy, mint ahogy azt várna az ember, legalábbis gyári óra jelen biztos, hogy nem. Hűtőből ajánlott nem gyárit használni, és habár a 8 fizikai mag megvan, ami manapság jön csak igazán jól, sajnos a magonkénti teljesítmény eléggé lomha. De nézzük is az alaplapot, mibe fog pontosan ez belekerülni. Ez egy Asus 970 Pro 3 deszka, ami egyáltalán nem gyenge. Korom fekete tónus, sok-sok hűtőborda, 4 darab DDR3-as RAM-slot, és egy egész tekintélyes hangkártya is felfélt. A feliratok, mint az AM3 Plus, a 140 wattos CPU és a 8 magos CPU támogatás mindig sejtetnek egy korszakot és egy hangulatot. Ez bizony fel van készítve a legbrutálisabb bulldozer processzorokra is. Az AMD Crossfire persze támogatva van, és én meg is néznék egy igazi 6970 dupla kártya pakkal mire lehetett képes akkoriban. Na de maradjunk a realitás talaján, és folytassuk a sokat emlegetett CPU-val. Ez egy FX 8300 még 2012-ből, 8 fizikai mag, 8 szál, alapból 3,3 GHz-es órajel jellemzi, és turbóba tud 3,9-et. Nyilván egyszerűen 8 magon OC nélkül erre nem lesz képes. 95 wattos max fogyasztás várható tőle, úgyhogy az alaplap még túl is van tervezve. Egy normálisabb hűtővel is várhatóan 50-60 Celsius fokos tud lenni, semmiféle OC nélkül, úgyhogy én maradok is a gyári adatokon. A leütéséről egy öreg Cooler Master toronyhűtő fog gondoskodni, aerokúlos ventivel és facsavarokkal lefogatva. Mi ez, ha nem az igazi magyar sufni tuning megtestesítője? Valószínűleg a hűtési teljesítményén ez semmit nem fog rontani, és kíváncsian várom, mennyire tud megbirkózni a mai FX procival. Memóriából azért már készülni kell 16 GB-a, és ez jelen esetben egy Kingston 32 GB-os, 4 darab 8 GB-os kitnek felel meg, legalábbis a felének. Gond ezekkel nem szokott lenni, a Kingston memóriák szépen működtek régen, és most is. Az órajele egy picit kevés lehet, de sajnos a processzor és az alaplap nem támogat ennél magasabbat. A kapacitással nem lesz gond, amilyen teljesítményre képes ez a gép, bőven elég lesz neki a 16 GB, míg pár program is futhat majd a háttérben, nem lesz gond. Na de jöhet is a tárhely, hogy meggyorsítsuk az egész működést, egy Samsung 500 GB-os SSD lesz a segítségemre. Pontosabban ez egy 860 Evo modell, ami nem egy rendkívüli darab. Sok-sok korai gamer PC-ben megtalálható volt, és ahhoz, hogy a Windows 10 plusz pár játék gyorsabban töltsön be, bőven elég lesz. HDD most nem is fog a gépbe kerülni, majd később egy-egy plusz SSD-vel érdemes bővíteni, ha kevés lenne ez a fél terabájt. A videokártya egy érdekes típus lesz, egy GTX 960. Arról lehet vitázni, hogy mennyire elég a teljesítménye manapság, de a 4 GB VRAM és a 2,4 teraflop nyers erő egyáltalán nem rossz. Grafikus teljesítményben pont egy iPhone 15 Pro-nak felel meg, és egy picit erősebb, mint az Xbox One, és PS4 páros, szóval van még benne erőtartalék. Ez a robosztus 2 ventivel megtámogatott gigabyte kivitel biztos, hogy nem fog melegedni, de érdemesebb egy nagyobb házzal készülni, mert méretre azért eléggé nagy. A tápegység egy egész komoly darab lesz, egy Chieftec iArena 700 wattos kivitel. A mai hardware palettához bőségesen elég lesz, és stabil üzemre számítok majd tőle. Picit jobb lenne, ha fekete lenne, mint a házunk, nem ez a fémes szín, de annyi baj legyen. A szükséges csatlakozók úgyis megvannak hozzá, de rá is térhetünk a mai házunkra. Ez egy Bösszmann nagy Cooler Master modell, nyitható első ajtóval. Rengeteg kábelrendezési lehetőséggel megvan áldva, és ha bár még megvan a régi módi HDD keret, akkor a belső helyünk van, hogy nem nagyon zavar be a képbe, és kényelmesen lehet szerelni benne. Alsótápos elrendezés, elől-hátul nagy légkavaró ventilátorok megvannak, úgyhogy a légáramlással és a hűtéssel nem lesz probléma. Az átfekete oldallap helyett itt egy üveges kivitel jobban mutatna, de így ezzel a megoldással kicsit sötét, sejtelmes lett az egész. Na de ennyit a hardverekről, jöhet is a szerelés, rakjuk össze ezt a PC-t. Thank you.
Most, hogy a hatalmas Cooler Master PC-n készen áll, indítsunk per játékot. Természetesen nem tudtam kihagyni, és kezdtem mindjárt a játékok sorát a C2-vel. Itt Full HD felbontáson vagyunk és minimum grafikai beállításokon, és hát látszik, hogy a processzor eléggé küzd. A videokártyában még nem is lenne probléma, és persze így is 60 FPS fölött vagyunk az idő nagy százalékában, úgyhogy egy normális C2 élményünk van, de azért látszik, hogy a C2 inkább procit zabál, és ez a processzor nem igazán alkalmas erre a célra. Az összes mag meg van mozgatva olyan 70-80%-ban, és 3,3 GHz-en működik, ugye ez az alapóra jele. A fogyasztás terén jók vagyunk, 45-50 wattos fogyasztása van a processzornak, és kb. Ennyi a videókártyának, úgyhogy a 700 wattos tápegységgel igencsak túllőttünk. Hőmérséklet terén, ahogy azt vártuk, azért ilyen 80-90%-os megmozgatásnál a processzor tudja hozni ezt a 60 Celsius fokot, hiába a nagy toronyhűtő, de a videókártya egész hűvös tudott maradni, nyilván a kihasználtsága miatt olyan 43 Celsiusokon üzemel végig. A rendszermemóriának alig a felét kéri a C2, és a VRAM kihasználtság sem olyan magas a 4 GB-ból, csak 2,8-at kér a játék. Különösebb belagolásokkal nem találkoztam, minden előfordul az 50 és a 90 FPS között. Szerintem ez még egérbillentyűzettel élvezhető, C2-zésre alkalmas ez a gép, de menjünk is tovább a következő címre, ami már egy kicsit grafika heavy, viszont egy autóversenyes játék, úgyhogy procit annyira nem használ, ezért nem is volt problémánk a 100%-os GTX 960 kihajtásával. Itt hőmérsékletben persze utolérte már a processzort a videókártya, 62 Celsius fokos mind a kettő, és ha bár a proci eléggé meg van mozgatva, még pont nem bottlenekeli, és 99%-on áll végig a GTX 960. Így a kettői kombinált fogyasztása beállt erre a kb. 140-150 wattra, egyáltalán nem vészes, és a rendszermemória kihasználtság, ha bár nőtt egy picit, még mindig nem érjük el a 10 GB-ot, úgyhogy maradt tartalék bőven a háttér folyamatokra, ezzel nem lesz gond. Ugyanúgy a VRAM kihasználtság sem vészes, 3,5 GB-ot kér a játék, a magas grafikai beállításokon, ha ezt ultrára vagy esetleg extrémre raknánk, ott már lenne probléma, a 4 GB ehhez kevés, de itt a magas beállításokon, Full HD felbontáson egy egész élvezhető 58-65 FPS-ünk van. Forzázása több mint jó ez a kis PC, itt nem is kell kompromisszumot kötnünk semmivel, a játék grafikailag teljesen jól néz ki, nagyobb belaggolásokkal én nem találkoztam egyáltalán, végig stabilan tartotta ezt az 50-60 közeli FPS-t. Akkor nézzünk meg egy kicsit frissebb megjelenést, a Ghost of Tsushima-t néztem meg, ami nemrég jött ki, és hát csak is kizárólag Full HD felbontáson és minimum grafikai beállításokon tudtam élvezhető FPS számokat kicsalni belőle. Egérbillentyűzettel még éppen játszhatónak mondanám ezt a 35-40 FPS-t, de kontrollerrel a kézbe egy konzolszerű PS4-es élményünk lesz. Grafikailag sajnos nem érjük utol a konzolos versenytársakat, jól látszik, hogy itt visszább van húzva, és hát egy eléggé csúnya kép tárul elénk, ami azért is sajnálatos, mert ez a játék amúgy gyönyörűen néz ki. A videókártya kihasználtság beállt erről 85-90%-ra, van valamennyi bottleneck a proci részéről, de azért még nem mondanám nagyon durvának. Itt értük el a legmagasabb hőmérsékletet, 70 Celsius fokon üzemelt az FX 8300-as processzor, ez AMD-s FX-es körökben még nem számít vészesnek egyáltalán. A rendszermemória kihasználtságban nincs olyan nagy különbség az előző játékokhoz képest, és a VRAM kihasználtság is megmaradt ezen a 3,2 GB-on. Bőven elég az alacsony grafikai beállításoknak, ez az össz 4 GB. Ghost of Tsushima-val lehet egy próbát tenni, végig lehet szaradni a sztorin, de ne várjatok olyan lehengelő látvány, és ugyanúgy ez igaz a következő játékra, a Horizon Forbidden West-re, ami még rosszabbul is fut ennél. Ugyanúgy 1080p felbontáson vagyunk, de ez nem natív felbontás, az AMD FSR 2.0-át használtam hozzá teljesítmény módban, úgyhogy igencsak levette azt a felbontást, és eléggé darabos a kép, plusz persze minimum grafikai beállításokon vagyunk, és még így se tudtam elérni egy folyamatos 30 FPS-t. Hatalmas belaggolásokkal találkoztam, mikor a pálya egyik szakaszáról megyünk a másikra, de nagy átlagban beállt erre a 25-28 FPS-re maximum, ami sajnos még kontrollerrel a kézben is eléggé élvezhetetlen. A kép egyáltalán nem folyamatos, pedig a videókártya amúgy 100%-ban meg van mozgatva, erre képes maximum, egyszerűen ennek a játéknak olyan hardware igénye van, hogy a GTX 960 labdába se rúg. A rendszermemória amúgy elég lenne, csak 9,5 GB-ot kér az összesen 16-ból, és a VRAM kihasználtság sem lett még maximálisra tolva, 3,6 GB-ot kér az összesen 4-ből. Ezekkel nincs probléma, a videókártyának a nyers ereje az, ami kevés ide. Hát igen, az FX Proci és ez az idősebb Nvidia kártya, max esport címekhez lesz elegendő. Láthattátok, megpróbálkoztam mindennel, amivel lehet, de 30 FPS fölé nem igazán lehet menni, max úgy, ha felismerhetetlenségig eltorzítjuk a grafikát. Mindenki maradjon meg ezzel a géppel a C2-nél, a Valorantnál és a társainál, de még egy-két autós cím is működik rajta, láthattátok a Forzát például. Az idei címek gondban vannak, de például God of War és társai menni fognak még ezzel a 960-nal. Sajnos nem lehet csodát tenni, az FX Bulldozer szériában ennyi erő lakozik. Gyakran amúgy 100%-ban kipörgette a GTX 960-at, úgyhogy bottleneckről én nem beszélnék. Persze a határai keményen látszanak, hiába a 8 mag. Linket találtok hozzá a leírásban, és remélem, hogy tetszett ez a fajta tisztelgés az öregebb hardverek felé.